Kedves nézőink, hallgatóink, Juhos Ferenc vagyok, és önök az Eventus Podcast Stúdió műsorát nézik és hallgatják. Milliók nézték a televízió képernyőjén a különböző versenyek közvetítéseit. Futballt, jégkorongot, atlétikát, és még a műkorzsát is közvetítette. Megszoktuk Vitrai hangját, megszoktuk, hogy Balczó András úgy nyer olimpiát, hogy ő közvetítette. Szerettük a hangját, mert általa mi is a sikerek részei lehettünk. Mert általa mi is ott lehettünk 1966-ban Angliában, 68-ban Mexikóvárosban, 72-ben Münchenben, és még nagyon sok helyen. Soha nem volt elfogult, és soha nem hagyta, hogy az érzelmek elragadják. Mint a cipelt volna a lelkében valamiféle lakatot, amely lezárta az érzelmek kilengését. Honnan is tudhattuk volna, hogy az önmérsékletre maga a nagybetűs élet tanította meg. A tragédiákkal teli hétköznapok. Hiszen csupán 12 esztendős volt még csak gyerek. Amikor menekülnie kellett, bujkálnia, hogy túlélje a vészkorszakot. Micsoda fájdalom lehetett megélnie, hogy anyai nagyanyját kivéve valamennyi családtagját elvesztette a II. Világháborúban. Édesanyja Auschwitzba került, és csak néhány nappal élte túl a súlyos betegsége miatt a koncentrációs tábort, de már hazatérni nem tudott. Nincs olyan pontja az életének, ahova azért menne vissza, hogy aztán másfelé induljon. A sors tömérdek szerencsével jutalmazta. Mindig olyan helyekre irányította, hol boldog volt, és reményei szerint senkit nem is tett boldogtalanná. De mondjuk 10 éves korára visszatekerni az időkerekét, szívesen focizna újra a Szent István Parkban. Csak azt kellene számára megígérni a sorsnak, hogy ugyanezt az életet élhesse. De ne mondja meg előre, hogy mi következik. Ami pedig az élete végét jelenti, az sem riasztja, csupán jó volna, ha nem lenne túl fájdalmas az odavezető út. Engedjék meg, hogy ezen gondolatok közepette, köszöntsem a tisztelt hallgatókat és nézőinket, és megkülönböztetett tisztelettel köszöntsem Vitrai Tamást, a Magyar Televízió örökös tagját. Isten hozta mi nálunk. Köszönöm. A forgatókönyv azt írja, hogy még mondok is az életéből valamit, hogy aztán tudjunk belemenni a beszélgetésbe. Budapesten született, első tévés szereplés 65 éve, augusztus 5-én volt, angol tudása véget kérték fel egy interjú készítésére. Tévésként eltöltött 61 év során rengeteg riport, szórakoztató és sportműsor készített. De a legtöbb tévés élőközvetítés is a nevéhez fűződik. Az MTV archívumában 4000 műsor van regisztrálva, nem tudom, hogy valaki meg-e számolta, de a 4000 az 4000. Még Pesten is, nem csak Nátszegen. Alig van olyan sportág, amelyet ne közvetített volna. 21 olimpiáról közvetített, 15 könyvet írt, 27 magasrangú kitüntetés tulajdonosa. E kitüntetések közül kiemelkedik a Kossuth-díj, amelyet 2005-ben kapott. A Színház és Filmművészeti Egyetem tanára és professzor emerita volt. Az MTV örökös tagja, 2009-ben Medvecki Balázs, az MTV akkori alelnöke, költség csökkentése hivatkozva elbocsátott az MTV-től, ez számomra egy mókás duma lehetett akkor. És hogy ne ezzel zárjam a vezetést, még hozzátenném Bodolpár író következő gondolatát. A 20. század egyik legeredetibb és legsokoldalúbb európai tévés alkotója. Tanár úr, ez így rendben van? Rendben. Akkor jó. Akkor vágjunk bele a beszélgetésbe. És ez nem úgy lesz, mint az eddigi műsorokban nálam szokás volt. Ön azt mond, amit akar. Ezt a mondatot Buzánszky Jenőtől vettem, amikor a Berlini döntő után azt mondta, a győztes azt mond, amit akar. Tehát ön azt mond, amit akar. És úgy tudom, hogy szereti nézni a séfek séfjét.
Igen. A mi kis csapatunk is valamit még készít az ön számára. Itt ez a sépek sépét. És ha megkérhetem, emelje le ezt a kis harangot, hogy a csapat mit készít itt ön számára. Köszönöm. Hát, nagyon nehéz. Hát lebilincseltek az urak engem. Hát ilyen traktát, ennyi mindent. Már beszélgetni nem lesz erőm. Nincs gond. Legközelebb fogunk beszélgetni. Tehát akkor Isten éltesse sokáig erőbe, egészségbe, áldásba, békességbe. Köszönöm szépen. Tehát most már nyugodtan elmondhatom. Azért mondtam, hogy Budapesten született, 1932. november 5-én. Tehát akkor kezdődött íródni az ön életének történelemkönyve. Tanár úr, milyen idősnek lenni? Röviden egy szóval. Ahány szóval akarja? Kifütyülik. Kifütyülik. Nem szeretek öreg lenni. Nem szeretek szembe találkozni gyengeségekkel. Csak szépen tudomásul kell venni. Sokat morgok miatta. És elvárom, hogy a környezetemben tiltakozzanak. És tiltakoznak? Hát igen, persze. Hát az öreg ne érezze rosszul magát. Hát ha jobb neki, ha azt mondjuk, hogy nem vagy te, nem vagy annyira szenilis még. Jó, hát én is elfelejtem azokat a szavakat, és így tovább. Mindig akad vigasztaló. Hát én jóval fiatalabb vagyok, én is néha elfelejtem. Akkor mit mondjak én? Hát előbb kapta meg, amiben én már benne vagyok. Bár nem tudom őszintén szólva, hogy az önkorában milyen állapotban lehettem, de engem a mostani érdekel. Amikor én az idősek otthonát megnyitottam, azt írtam ki a bejárat fölé, ne dühünk, hogy megöregedtél, van, akinek ez sem sikerül. Tehát azért van, akinek sikerül, hála jó Istennek, és sikerült önnek is, és sikerült eljönni ide. Tanár úr, hogy éli napjait? Hogy telik egy napja reggeltől estélig, hétfődől péntekig? Meglehetősen egyhangúan. Miután most újra elkezdtem dolgozni egy pár hónapja, azt is megvallom, talán nem érdektelen, hogy mi a fenének láttam újra neki a munkának. Végtére is semmi nem változott. Ha mondjuk közben föltalálták volna valamilyen csoda folytán a szagos tévét, vagy a nem tudom, repülő kamerát, vagy a fene tudja mi mindent, és oda vágynék vissza egye fene. De semmi nem változott. Minden olyan, vagy hát csöndbe mondom, még rosszabb is talán, mint az én időm egy szakaszában volt. Úgyhogy semmi nem indokolta volna. Egyetlen egy igazán komoly érvem van, hogy minek álltam vissza 5 nappal azután, hogy bejelentettem, hogy vége. Úgyhogy igazán vártam sokáig. Nem kell sokat várni a visszatérésre. És bevallom, hogy nagyon jó jött, hogy egyik fiam, a kisebbik fiam, mikor megnézte azt a filmet, amit a Friderikus az ő saját YouTube csatornáján játszott le, csak azt mondta a kisebbik fiam, hogy miért mész te albérletbe? Miért nem csinálsz egy csatornát magadnak? Csak ezen spekuláltam, főleg azon, hogy mit csinálnék én ezzel? Sok fölösleges munka, bosszúság. Hát mondtam, ha segíthetek, akkor megpróbálom. Hát mit kell segíteni neked? Tudsz te egyedül? Nem, tessék segíteni. De az egyik fiam a National Geographic-nak a főszerkesztője, tehát maga is újságíró, ráadásul biológus, és ráadásul operatőr, ezt mind a két szakot elvégezte. Van lehetősége. Viszont annyi a munkája, hogy eddig még nem sok segítséget tudott nyújtani
A kisebbik informatikus, és mint ilyen, külföldre is dolgozik elég sokat, és ő a másik eset, aki még egy kicsit tud segíteni, főleg adminisztratív dolgokban. De végül azt mondtam, hogy térjünk vissza, csak ülök és mesélekhez, amivel még rosszabb helyzetben voltam 1976-ban, amikor osztályvezető lettem a tévében, már nem a sporton dolgoztam, és egy kis osztálynak lettem a vezetője, és a tagokat megkaptam, nem én választottam. Megszüntettek egy dramaturgiát, amiben elsősorban hölgyek működtek, csupa nagyon finom hölgy, akik nagyon olvasottak, nagyon tanultak, nagyon finom nők voltak, tehát értelmes, felnőtt nők. Ehhez a munkához azonban tökéletesen alkalmatlanok, tehát a riporthoz, az igazi, a való élettel. Színdarabokat meghúzni vagy átdolgozni, az volt a világuk. És amikor arról volt szó, hogy hát adjanak be terveket, mert nekem be kell adnom a felsőbbségnek, hogy mit csinálunk jövőre, akkor egy sort se kaptam. Az volt a szerencsém, hogy volt egy mellém csatlakozó társaság, a nevek közül sorolok, ismerősen fog hangzani, hölgyel kezdem, Szegvári Katalin, a Baló György, a Batiz András, ezek ismertek igen nevek, még Kaplár József. F. József. Szóval egy csapat alakult ki, ők magukat aztán elkezdték Vitrai stúdiónak nevezni, de hát nem volt ez hivatalos. Összejöttünk hétfőnként, amikor nem volt adásnap, és miután visszanézni nem tudtuk a saját műsorainkat, ha éppen voltak ilyenek, mert még rögzítés sem létezett. Nem volt a Magyar Televíziónak rögzítője, mert az embargós volt. Leültünk, és hogy mondjam, csúcsáltuk a szakmát. Néztük az adásokat, és visszaemlékezve beszéltünk. És mintha én voltam a legidősebb, meg talán a leggyakorlottabb is közülük, hát olyan, én lettem ott a parti Führer. És ezeknek mondtam el, hogy be kell adnom jövőre tervet, ha segítetek, lesz terv, hanem az osztályom semmit nem írt. És akkor elmondtam, mi az elképzelésem. Hozzanak az életből személyt, esetet, helyzetet, akár kritizálni való, akár dicsérni való, különleges, szokatlan, egyszerűen emberi történeteket. És hát miután ezek mind tehetséges riporterek voltak már akkor, hát persze elkezdtek jönni az ötletek. És én azt mondtam, ha egy adásra való összejön, akkor szó szerint így mondtam, beleülök a közepébe, és eladom. Ez azt jelentette, hogy leszek a műsorvezető, aki mindegyiket bevezeti, ha van mit hozzáfűzni, elmondom. És jöttek a javaslatok, és el is fogadtam, sokat közülük születtek egymás után ezek a kis riportok. Az volt a különbség, hogy én voltam a szerkesztője és a műsornak, tehát én vágtam meg, amennyire kellett, és ebből lett a Csak ülök és mesélek, és ezzel lerövidítettem. Sikeres műsor lett nagyon. Úgyhogy egyszer csak elkezdtek a nézők is javaslatokat tenni. Ők is írtak eseteket, ismerősöket. Így jutott hozzám például a Fakír, az egyik legnevezetesebb, szintén egy villanyszerelő fiatalember. Nekünk az volt a hobbija, hogy ő saját magát fakírnak képzi át. Megszerezte a szükséges kelléket, egy ilyen bugyogót, meg egy turbánfélét,
és megtanulta állítólag a jóga révén például megenni az üvegpoharat. Ez volt az első mutatványa. Aztán a tűket bele, nekem kellett rá gombot varnom a hasára. Szóval ezek mind szenzációként szerepeltek, nem csak a látvány, hanem mögötte mindig, hát ez már az én szándékom szerint való volt, nem hencegek vele, de igaz, azért mondom el, hogy mindegyikben volt valami humán töltet. Tehát például a fakírnál én a feleségét kérdeztem elsősorban, hogy mit szólt hozzá, amikor hozzáment, hogy az ember ezzel foglalkozik. És az asszonyka, hát mondta, hogy hát majdnem elájult, amikor láttam, így emlékszem vissza körülbelül, és hát szörnyű volt, de hát mit csináljak? Hát mamát hogy tudta akkor? Nem gondolta meg magát egy picit? Hát miért nem, mert szerettem. Tehát ebbe is volt valami példaérték, anélkül, hogy erőszakoskodtam volna vele. Azt mondta, hogy a gyermekeknek azért nincs annyi idejük, hogy önnel is foglalkozzanak a műsor illetően, de bizonyára lélekben ott vannak mellette. Hát ezt tőlük kéne megkérdezni. Bizonyára megkérdezni. Sose faggatom őket. Nem? Nem. Ilyenre. Né, hogy mondjátok magatokba, hogy hajrá Vitra. Hajrá Vitra, így. Nem. Nem? A másik azt ért... Azt ezok a gyerekek önnel egy idősek. Igen, tudom. Sőt, még idősebb. Egyik idősebb, másik fiatal, én vagyok 60 köztes. 60 és 63. Én vagyok köztes, úgyhogy. Azt említette, hogy a felsőbbséghez kellett elvinni, beadni a beadványt, hogy jó. Milyen volt az akkori felsőbbség? Csacska. Nem értett hozzá az egészet? Abszolút nem. Tehát mi sem. De ők mi annyira sem. Hát ugye elindult a televízió. A közhiedelem az volt, hogy a televízióban csak olyanok vannak, akik AVH-sok voltak, vagy most AVH-sok, vagy majd azok lesznek. Ez annyiban volt igaz valóban, hogy amikor szétoszlatták, vagy feloszlatták az államvédelmi hatóságot, sokan valóban, egyrészt az újságírásban, másrészt a rádióban és a televízióban helyezkedtek el, de tőlük függetlenül is, mert ez nem volt napi nyilvántartás, sem ők nem encegtek vele érthető módon, sem mások nem foglalkoztak vele odaben. De mi nem tanultuk meg a televíziózást, mert nem láttunk televíziót. Aha, értem. Én magam úgy kerültem szembe a kamerában először, hogy még vevőkészüléket se láttam soha addig. Tehát valójában mi nekünk a néző rovására kellett megtanulni. Tehát minden új volt. Hogy? Minden új volt. Minden új volt. Persze. Én például első alkalom akkor, amikor szerepeltem a tévében, következetesen kedves hallgatóimnak szólítottam őket. Én a rádióban dolgoztam korábban. Ja. Térjünk még vissza a napi programhoz. Torna, bicaj, úszás még mindig van? Hát van, persze. De nem minden. Napi úszás nincsen, mert lusta vagyok. Egyrészt, másrészt pedig unalmas. Unalmas? Ide-oda úszni unalmasabb. Van egy padom, amit ajándékba kaptam most a 89. születésnapomra, amin gyalogolok, milyen gyaloglópad. Állítható a sebessége, menet közben mindig gyorsabbra állítom, és megvan a magam szórakozása is, mert rekordokat állítok fel, hogy 10 perc alatt mennyit teszek meg. És mennyit? Hát változó. 4,1 kilométer az órás sebesség, amit alkalmazok, tehát ennek megfelelően a 10 perc alatt ennek arányában 2 kilométer körül. Van egy étrendje reggelire? Nincs. Nincs? Nincs, volt sokáig. Kefír vagy joghurt, szóval ilyen egészséges magokkal. De aztán kiderült, hogy sem a kefír, sem a joghurt
a teljes dolgok nem egészségesek, mondták nekem, akkor abba hagytam. Most teát iszom reggelire. Milyen? Mert nem árt, nem használ. Úgyhogy boros teját, vagy csak puszta teját? Boros? Nem. Nem? Puszta teja? Persze. Nyugodjon, anyapám, boros teját jót. Még cukor sincs. Cukor benne. Sincs benne. Jó. Van mindig programja? Minden napra akad programja? Nem. Nem? Nem. És a unatkozás, az a fogalom, vagy a tevékenység, mennyire áll közel hozzá? Soha életemben egyedül nem unatkoztam. Tetszik érteni. Igen, akkor adja a receptet, hogy mi is tudjuk, hogy mi az, hogy sose unatkozzunk. Egyedül. Egyedül. Mert már más közegben, társaságban van. Már volt, úgyhogy hamar unatkozom. Így, tehát jobban szeret egyedül? Nem értelmes az együttét. Nem. De hát csak úgy, hogy megkérdezni, mit főztél, édes Iluskám, meg na milyen volt, nem tudom, a színház látogatás. Nem. Tehát ez ilyen klasszikus kérdések, amik azért magát már is értik. Amit társasági kérdés, nagyon rendben van, de hogy különösebben nem szórakoztat. Mi ad most az életének igazi tartalmat? A munka. Állandóan a munka. Hát nem tudok más, mit csináljak. Ha művészen tudnák fütyűrészni, lehet, hogy az nagyobb örömet szerezne. De szeretem, amit csinálok. Ha már a művészen tudnánk fütyűrészni szót említette, a zene szerepe még mindig fontos ön számára? Igen, de csak mint hallgatónak. Csak mint hallgatónak? Nem tudok muzsikálni sajnos. Arra szoktam hivatkozni, igaz, hogy nem futotta anyagiakra. Én zongorázni szerettem volna még kisrázkoromban, amikor még nyugalmasabb volt a világháború előtti évek, akkor azt mondták, hogy akkor vesznek nekem egy hegedűt, de azt nem akartam. Gyerekkorában az énekes volt az idolja. Már ez változott? Hogy énekes? Igen, énekes. Hát ez egy vicc lett volna. Vicc lett volna? Eljártam tanulni egy ideig, egy operaénekeshez, ki közel lakott, és a fia haverom volt, és gondoltam, hogy megkérdezem, mennyit kérne, hogy tanítson. Meghallgatott, és azt mondta, hogy válasz mást. Aha, tehát... Mondtam, hogy másik énekes talált? Nem, szakmát. Szakmát. Tehát kerekperec megmondták, hogy hát ez nem jó. Nagyon helyesen. Ezzel nem lehet viccelni, ez olyasmi. Hang nélkül néha előfordul, hogy van ilyen énekes, de nem ez az alapcél. Nem az az alapcél. Megértette, hogy mit mondtak. Én is megértettem, amikor a zenetanárom, soha nem felejtem, szombaton az első óra volt a zene, és hát focisztom, hogy iskolacsapatnak a kapitánya voltam, és nem tudtam énekelni. Hát akkor tudta, hogy mikor felelek, és akkor azt mondta, menjél el, vegyél nekem reggelit, de csak ekkora gyere vissza, amikor már nem fogsz felelni. Tehát én is így voltam zenéből. Tanár úr, egy interjúban azt mondta, hogy nem örömteli élmény megöregenti. Akkor mi rossz az öregségben, vagy az öregedésben? Az, hogy bizonyos fizikai képességeit az ember részben vagy egészen elveszíti például, ez rossz. Az, hogy a gondolatait, amik azért megszületnek, nehezebben tudja kifejezni. Szavakat keresgél, neveket elfelejt. Ezt nagyon nehéz tudomásul venni. Ön ezt próbálja tudomásul venni az évek múlásával? Szeretnék. De nem tud belenyugodni. Hát, mit csinálja? Belenyugodni nem tudok, de és akkor mi van? Kitér. Ez az. Azt olvassam, hogy némán nézi a sportközvetítéseket, hogy mindent jobban lásson. Na, ezt árulja el nekem, hogy hogy van ez? Mi ennek a titka? Többet lát, mikor némán néz. Ezt meg kellett tanulni, és nem adtam tanácsként senkinek, mert azért nekem mögöttem az a 6 évtizednyi gyakorlat, ami hát nem minden nézőnek van, hogy igen. Úgy nézhesse. Elsősorban úgy kezdtem némítani, nem minden sporteseményt, főleg a futballt, és általában a labdajátékokat hang nélkül nézem.
mert többet látok, nem zavar a duruzsolás. A háttérzaj? A háttérzaj és a kommentátor zaja. Valószínűleg jókat mond, de annyit nem ér, mert közben én látok. És ha nem látom, akkor ismétlik. És így tovább. Tehát magyarán szólva, kizárólag arra tudok koncentrálni, ami esemény. És azok az információk, amiket az én kollégáim, a maiak rázúdítanak a nézőkre, az jobbára olyan időben hangzik el, amikor jobb volna, ha a játékot lehetne figyelni. És erre azt lehet mondani, hogy ne hallgass oda. Nem lehet nem oda hallgatni, mert az állandóan ott van. Abba a zajban az a történés, ha nem passzol, hanem egyik a másikat fedi, vagyis ahhoz szólok hozzá, ami a látvány. És nem elmondom, hogy ballal jobbra teszi a labdát, aztán egy csellel becsapja a védőt, és lő. Új, mellé ment. Hát ezt láttam vele együtt. Tehát amikor ő mondja, már addigra én láttam. Mi a ménkűnek? Ha van valami mondani valója ezzel kapcsolatban, az oda lehet még illik. Reflexió. A tévében ezt közvetíteni, ez egy reflexió sor, és nem elmondani. Ezt én magam is úgy tanultam meg, hogy saját magamat hallgatva idegesítettem magamat, hogy mi a nyavajának mondom el, mikor mindenki látja. Elvben, ha itt ülünk együtt, igen, én ott szólok, és ön itt ül mellettem, és hallja, ugyanazt látja, minek macerálom, hogy ugyanazt elmondom. De azt akarom mondani, hogy ez már kis hiagol volt, és ezt már harmadszor próbálják. Ebben van információ. Olyasmi, amit esetleg ő nem vett észre. Tehát valójában az információt kell elmondani. Hát ami plusz. Tanár úr, amikor ön kezdett televíziózni, ott talán 3 kamera volt a mérkőzéseken. Most rengeteg kamera van, tehát mindent meg tudnak mutatni. Hát nem rengeteg, de 8 a minimum. Minimum, hát az a 3-hoz képest mondjuk rengeteg. Elég sok. Akkor azért sokkal jobban önök tudták behozni a szobába az, hogy mi történik ott a kamerákon kívül. A kép ott volt. De nem mindegyik kép volt ottan. Hát milyen mindegyik, ahol a labda van. Ahol a labda van, de... És akkor mi? Akkor mondjam, hogy közben a kapus éppen piszkálja a fogát, mert benne az ebéd maradék. Aha. Hát minek beszéljek arról? Azért közvetítik. Több lehetőségünk volt, szó, ami szó. Többet láttunk. De most a kép, amikor én jobban ismerem óhatatlanul ezeket a külföldi edzőket, játékosokat, amikor megmutatják nekem, hogy bosszankodik, hogy rohannak oda a bíróhoz, és így tovább, megmutatják azt a hülyeséget, amit a bíró fújt. És azt kell mondanom, hogy nem érzek diadalt, hogy jobban látom, mint a bíró, mert neki nincs kamerája, nincs lassítója. Ez, amit most kitaláltak, ez meg szörnyű. Ez a barra gondol? Ez a bar nevű szörnyűség. Na mondjon róla a pár szót, mert nekem is megvan a véleménye erre a barról. Hát semmi, hát nem kell, ezt az ember ki maga megalkothatja. Milyen az, hogyha valaki, a bíró, most képzeljük, egyszerűsítsük le, legyen ez egy tárgyalás, ahol egy bíró vezeti a tárgyalást. És azért vezeti, hogy a törvény szellemében történjen minden. Igen. Ez a futballra is igaz. Bíró vezeti a játékot, hogy a szabályok szellemében történjen minden. És akkor egyszer csak azt mondják neki, hogy állj, nézze meg. Vagy a VAR szól neki, vagy a játékosok neki esnek. Minek? Ez majdnem úgy néz ki, mint a fellebbviteli bíróság a döntésekbe. Hát igen, csak hogy az esemény maga az nem úgy játszódik, nem? Vissza megmutatják, eltképzelhető.
elég lenne az, hogy kérjék meg, hogy még egyszer lassítva meg lehessen nézni. Igen. És adjanak a bírónak egy esélyt, hogy nézze meg, nézzem fel a táblára. És utána azt mondja, hogy stimmel igaz. Csak így ezzel a barral legalábbis szerintem kiveszik a foci élét is sokszor. 5 percig áll a játék, és akkor nem tudják eldönteni. Nem áll 5 percig. A játék már áll állandóan jó formán. Mert az egyik csapat vezet egy góllal, akkor ahhoz, hogy a másik, a rosszabbik, mondjuk a gyengébbik megnyerje, ha szerzett egy véletlen gólt, akkor egy touchbedobás tart 1,5 percig. A kapu kirúgás. A kapus eljátsza a drámáit. Hasra fekszik, ha az ölébe került a labda, megnézi az összes szeletet rajta, megcsókolgatja, megsimogatja, nagy nehezen föláll, leteszi, nem elég jó a hely, föláll, másik helyet keres. Az mi? Idegesítő a néző számára. Hát és a bíró miért nem azt intézi el? Ja. Miért nem, hogy ellopja? Az, hogy hosszabbítják a meccset, az már nem ugyanaz a 6 perc, az nem. Amit közben elloptak. Tanár úr, jó. A fociból meg menjünk vissza gyerekkorára, hiszen nem volt egy leányálom az ön gyerekkora. Édesanyja Auschwitzba került, ön a nagyanyjával, vagyis a nagyanyja nevelte. Hogy volt ez? Meséljen róla. Hát így, ahogy ön elmondta. Bevezetőben nem tudok hozzátenni sokat. Anyámmal nem éltem együtt, azt kell csak tudni. Anyám újra férhez ment, és egy másik család alakult. Az öcsém megszületett közben a féltestvérem, úgyhogy én azt nagyszüleimmel éltem. Az anyai nagyszüleimmel. És az anyámat úgy vitték el Auschwitzba, hogy annak a házasságból való anyósával, a 1,5 éves öcsémmel és a háztartási alkalmazottal pont ide Szőgyénbe. Ugye ez nincs innen. Nincs messze, nincs, igen. Onnan való volt a család, a újfér családja, és oda tartottak, hogy a bombázásoktól féltette nagyon az anyám a gyereket, a kicsit, és megállították, igazoltatták Pest határában. Előző nap jöttek be a németek, március 19-én, március 20-a volt. Ez mind csak utólag tudtam meg magam is, meg a nagyszüleim is, hogy a lányukat elvitték Kistarcsára. Ott is egy fatális dolog történt, az igazoltató rendőr, az még nem volt nyilas uralom, az igazoltató rendőr a háztartási alkalmazottat, akit vittek magukkal, azt a gyerekkel együtt visszaengedte. Ha az öcsémet el kellett volna vinnie magával Kistarcsára az anyámnak, 3 vagy 4 hét múlva magyar hatóságok kiengedték a kisgyerekes anyákat onnan. Aztán, hogy hazamehettek. Tehát az anyámnak nem volt ott a gyerek. Értem. Mert hazaengedte a rendőr. Ez volt az egyik fatalitás, ami ugye, ha a rendőr nem jó szívű, akkor talán kijön és megvan. Ha már a bomba riadókat, a bombázásokat emlegeti, tudom, olvastam, hogy a mai napig a takarót a fejére húzza. Igen. Ez abból adódik, amit akkor is ott átélt? Hát igen, tudnélik, be kellett adni kötelezően a rádiókat. Nem lehetett rádiónk. És a szomszédban lakott egy hadbíró alezredes, aki olyan kedves volt, és azt mondta, hogy ha a rádióban légi veszélyről szólnak, ugye jöttek a gépek, igen. Mindig ahogy közeledtek, mondták be, hogy körülbelül hol tartanak a... És zavaró repülés, vagy légi veszély után a riadó jött. És hát olyankor már kellett kezdeni készülni, lemenni az óvóhelyre, és hát ez egy állandó trauma volt, ugye egy megszólalt a rádió, hogy zavaró repülés,
milyen megye ez, milyen megye volt ez akkor, ahol most vagyunk. Ahol most vagyunk, Pozsony megye. Pozsony igen, megye igen. Volt az akkori Magyarországon. Igen. Na, bemondták, akkor tudtuk, hogy már jönnek. És onnantól kezdve már a motyót szedték össze az öregeim, és készültünk le. És a ház kapott is egy találatot 44. július 2-án, és az egy nagyon durran, nagyon. Ha most azt kérdezem öntől, hogy tavaly kirobbant háború Ukrajnában, mit okozott önben, vagy mi ötlött fel önben, hogy ön, aki átélte a második világháborút? Nem tudok erről, nincs olyan háború, ami nem ugyanazt okozná bennem. Én nekem sajnos van egy mániám, hogy semmiféle bosszú, semmiféle ilyen viszonzás, revans bennem nincsen. Mert mindent, amitől undorodom, és mindent, amire büszke vagyok, ugyanaz az ember követte el. Nem ugyanaz az egy, hanem ugyanaz a fajta. Tehát most bocsánatot kérek a szemtelen hasonlatért. Ön lehetett, született volna, ha oda pottyantja le a sorsa, mondjuk a náci Berlinbe, és úgy nevelték volna, hogy SS katona legyen, és úgy éljen. Miben különbözött? Ezt szerencse dolgának tekintjük, mert nem határoz. Ember az maga szégyelje magát, úgy, ahogy van mindegyik. Tehát ezzel nem szeretné felmenteni az elkövetőket? Nem fölmentem, ellenkezőleg magamat is közibük sorolom. Tehát egyfajta szerencse. Erre vagyunk büszke, kitalálja egyik nap a csodákat, és a másnap gyilkos. Hát ami Izraelben és Gázában van, ezeket az embereket képezték fabábukon, hogy kell lefejezni izével, jatagánnal, vagy mi a franccal embereket. Szóval a gonoszság és a fenkölt csoda ugyanabban van benne. Nem lehet szalektálni, de nem ráfogni egyesekre és fölmenteni másokat. Mindannyian. Ez így lett. Nem, egyre inkább bizonyítja az emberiség, hogy nem alkalmas arra, hogy a felemelő, az első számú élő lény legyen, mert nem tudott jól bánni azzal, amit kapott. Tehát a talentum, amit kaptunk, nem tudtunk vele jól bánni, értsem jól? Hát ön csak más szavakkal. Hogy mondjam, többes szám első szemébe tette, amit én többes szám harmadikban mondtam. De ha azt kérdezném, hogy a jóság mellett a gyűlöletet is belénk ódolták valaha? Hát belénk, nem önbe, nem belém. Belénk? Belénk. És ennyire? Ehhez sem határ. Miért, hogy már ennyire? Hát van határa? Nincs. Hát pont ezért kérem. Elégetni, csecsemőket tűzbe dobálni, mint a auschwitzi hasonló haláltáborokba tették. Nem tudta, elragadták az anyáktól, és ha nem volt, akkor még nem volt neki gáz kamrájuk, akkor be a tűzbe, bújás babákat. Hát ez mi? Ugyanaz, amelyik föltalálta a csodákat, amelyik a holdba repül, a fene se tudja mi minden. Ez mind elveszíti az értékét, ha ez az ember ilyen alantas is tud lenni. Evezzünk kicsit csendesebb vizekre. Milyen diák volt Itray Tamás? Hát ezt is summázni nem tudom. Summázza csak. Nem. Ja. Volt egy ceruza, harmónia ceruza történet, mondja el nekem. Hát az más, az a háború kényszere is volt. Én úgy éltem túl a háborút, hogy nagyon nehéz körülmények között, de a lényeg az volt, hogy akkor a bejövő oroszok csapatoknál elterjedt a dizentéria. A dizentéria, vagy vérhasnak hívtuk akkor, és a járvány elszóródott Budapesten, és úgy látszik, kedvet kaptam rá, én is vérhassal ágynak estem, és valóban nagyon, nagyon közel voltam a végéhez,
és akkor az anyám második férje, aki túlélte az eseményeket, az aranyér vett 8 darab ultraszeptilt, az volt az akkori legjobb antibiotikum, és az valahogy helyreállított, de nagyon rossz állapotban éltem túl, és akkor már megkezdődött az iskolába a tanítás, és akkor NESZ-ét vettem, Nemzeti Segély nevű intézmény, éhező gyerekeket Budapestről vidékre visz, és elhelyez paraszt családoknál, ahol volt kaja. Mi úgy hívtuk paraszt, hát biztos nem csupa paraszt igen. ember volt. És hogy lehet jelentkezni a előjáróságon, az volt a tanács elődje, ugye. És én bejelentettem úgy hívtam, hogy nevelőapám, de nem volt apám semmilyen formában, a anyám férjének, hogy még akkor anyámról nem tudtunk, anyám sorsáról. De bejelentettem, hogy én elmegyek Szentesre. És ő azt mondta, hogy ha most abba hagyod a második osztályt, egy évet vesztesz. Mondtam, igen, de nézd meg, teli vagyok, furunkulussal. Nem tudom, hogy mi lesz velem, de ez így nem. És akkor mondta, hogy akkor ide be nem teszed többet hozzánk a lábad. És én vállaltam ennek a kockázatát, és elmentem Szentesre. És ott nagyon jó rendbe jöttem, de közben a tanítás zavartalan volt, távollétemben is. Értem. Aha. És amikor visszajöttem, akkor elmentem a nevelőapámhoz, és mondtam, hogy itt vagyok. Úgy néztem ki, mint egy kis díjbirkózó, teljesen jó állapotban, nagyon jó helyem is volt. És azt mondtam, most kezded újra a másodikat. Mondtam, még 19 napig le lehet tenni magánúton, akkor szerez magadnak egy házi tanítót. Mondta, és én a házunkban laktam a nagyanyámmal, tudtam, hogy a harmadik emeleten lakik egy másik kölcseista voltam, és akkor már dúlt az infláció, mikor fölkértem ezt a fiút, hogy fölkészítene, mert 19 nap múlva le kell vizsgáznom a másodikból. Ő már akkor érettségihez közeledett, sokkal idősebb volt nálam. És mondta, hogy két Hartmut ceruza, ezt két Hartmut ceruza ára egy óra. Mert az reggeltől délig is változott az ár, tehát mindig az óra végén. Stabilan megegyeztek. Mindig az óra végén kellett tudnia, és nem emlékszem, ez nem biztos, hogy igaz, amit mondok, rémlik, hogy a második etapban már vettem mindig előre 10 Hartmut ceruzát, hogy 5 órára meglegyen legalább, hogy aznak az ára hiába emelkedik, a ceruza megvan. De lényeg az, hogy ez a fiú rendkívül művelt, nagyon-nagyon nagy tudású, széles tudású, messze többet tudott, nem egy tanárunknál, ez egy szerencse volt. És akkor ő nyitotta ki a szemem a világra, hogy van más is, mint a foci. Ha jól tudom, a mániám volt. Ma már nem? Nem. Nem? Majd kitérünk rá. Ha jól tudom, az a fiú pszichiáter főorvos lett. Igen, méghozzá európai hírű pszichiáter lett, és most pár hetet temették. És találkoztak azóta? Én egyszer meg tudtam még látogatni, mert mindenki azt mondta, amikor ezt a tévébe, vagy hol vagy a könyvembe megírtam, és jöttek mondani, hogy hát ezzel nem találkoztál, de mondom, egyszer a szabadságtéren, de nem tudtuk miről beszélgetni egymással. Hát ez nem lepett, mégiscsak megköszönte ez álmom, remélem, nem emlékszem. És akkor megkerestem. Nem kerestem meg, nem igaz. Egy idegen hölgy fölhívott telefonon, hogy látta a tévében, amikor ezt elmondtam, és azt hiszi, hogy ő tudja, kiről van szó, mert nevet nem igen. mondta. Mert ő a gondozójuk, a hölgy, a felesége a fiúnak, meg ő ketten, akkor már 95 éves volt, és hogy ő tudja, hogy ez a Panett Gábor,
és ott laknak közel a Szabadság térhez, és akkor fölhívtam telefonon, és voltam is náluk. De mondom, most pár hete vettem hírét, hogy meghalt. Hol csipegette össze az angol tudását? Hát inkább az angol nyelv csipegetett engem, mert a nagyszüleim azt akarták, ugye az én családom, mert én lettem az első ilyen első generációs értelmiségi. Nagypapa könyvkötő volt, de volt egy mellékállás, ez sokat jelentett, mert a Vígszínháznak volt ő a nézőtéri fő ellenőrje, ami azt jelentette, hogy a jegyszedőknek és a ruhatárosoknak ő volt a főnöke. De ott élt a színházban, és a színház világa. Őt is elvarázsolta, meg engem is, én kiskölyökként jártam be hozzá, és minden előadást, ha nem illet, ha illet, megnéztem, és láttam. És ez a bizonyos Gábor, akiről beszéltünk, ő meg a képzőművészet, meg minden egyébet megmutatott. Az angol az úgy jött be, hogy a nagyapám, őnek valaki mondta, hogy megnyílt egy óvoda, ahol nem németet tanítja, óvónéniám angolt, és akkor oda beírattak. Annyit tanultam angolból, hogy tudtam kívülről egy dalt, ha nem szégyelném, el tudnám még ma is énekelni, egy szavát se értettem. Úgy tanította meg, hogy fogalmam nem volt. Csak énekelte. Tudta. De a szavakat jól mondtam ki, csak nem tudtam, mit jelentenek. Tehát annyira nem ért semmit. Aztán a gimnáziumban én angol szakra jelentkeztem. Még az utolsó évfolyam volt az enyém, amelyiknek még nem az orosz lett a kötelező. Úgyhogy én angolból is érettségiztem. És miután nem vettek fel három nekifutásban sem a színművészetire, akkor az angol szakra felvételiztem, és így lettem angol szakos, angol irodalom és sajtószakos. Ez az angol tudás 1956. augusztus 5-én nagyon jól jött, hiszen akkor volt az első riport. Hát igen, de hát addigra én már a rádió angol nyelvű adásánál dolgoztam, már közel 2 éve, és ott tanultam meg angolul, mert 10 voltunk, abból 2 magyar, és a többi vagy skót, vagy ausztrál, vagy angol, vagy mit tudom én, de minden kanadai, tehát mindegyik más-más dialektus, de anyanyelvi angolok. És mi az 10 órát egy nap legalább angolul beszéltünk egymás között, már többi nem értette volna, hogy mit mondunk. És ott tanultam meg igazán. Hogy jutottak önhöz, hogy ön készítse azt a riportot televíziónak az amerikai sportolóval, és állítólag egy sámiról készített? Nem állítólag, hát mindenki tudja. Hát az újszülöttek úgy jönnek világra, hogy azt ne meséljétek, ma azt tudom. Tudom. De minden esetre, mondjam el itt is. Muszáj. Hát jó. Szóval a lényeg az, hogy ilyesmire általában a Szepesit kérték fel ilyenkor, csak ő nem tudott angolul, németül tudott jól. És amikor fölkérte a tévé, vadonatúj volt még a tévé, 57-ben még nem is voltak hivatalos adások, csak olyan kísérleti dolgok, és ez 58 augusztus volt. És próbálta rábeszélni a Radnai János, aki a tévésportrovata volt egy személyben, hogy vállalja el tolmáccsal, nem kell tudni a közönségnek, hogy én nem tudok angolul, hát akkor mondj valakit, hogy ki legyen. És akkor mondta, hogy az ő kollégája, a Randé Jenő, aki egy kiváló pasi volt a rádióban, nagyszerű ember, tud angolul, de ez nem volt sportriporter. De ettől független meg tudta volna csinálni. És ő nem vállalta azzal, hogy Balaton széplakra van beutalója, rádióüdülőben nyár volt, és nem vállalta.
És akkor megint visszament a Szepesi, ezt próbálta rábeszélni. És akkor azt mondta Szepesi, az angol szekcióban van két magyar, ezek mind a kettő jól tud angolul. Úgy tudom, hogy a Herskovics nevű az jobban tud a jobb angolban, a Vitrai jobb riporter. Ezek meg tudják ezt csinálni, és így, mint most mi ülünk, így ültünk mi ott a angol szekcióban, az egy íróasztalunk volt Herskovicssal, és itt volt a telefon középen. És, és általában ő vette fel, mert ő volt az idősebb. Ő vette fel a telefonokat, valaki hívott minket. És ezúttal nem volt ott, úgyhogy én vettem fel a telefon. Ez azért lényeges, mert lehet, hogy akkor ma ő ülne itt. Nem biztos, de, az is lehet. Hát nem. Szóval a lényeg az, hogy elmondták, hogy jönnek az amerikai atléták, amit én tudtam, mert az angol szekciónk az munkája volt, hogy találkozzon velük. És elvállaltam. Noha nem láttam én addig még készüléket sem. Tehát beszélgetni tévé, vagy rádió, vagy mit tudom én, esernyő alatt, az nem mindegy, gondoltam én. És hát aztán így kimentem a Margit-szigetre, elvállaltam, ott laktak az amerikai atléták, megkerestem a vezetőjüket, és elmondtam, hogy mit kérek, hogy a közvetítésben, ami természetesen élő közvetítés volt, három helyen van egy olyan szünet, ahova nekem interjúkat kell csinálnom, segítsen, mutasson be itten a legnagyobbaknak, leghíresebbeknek, és segítsen megszervezni. Magyarán azt akartam, hogy mondja, utasításba adja nekik, hogy meg kell jelenni. És ő kiválasztotta a hármat, és ő volt ott elsőként, amikor a díszpálya előtti téren, ott van egy mai napig is, van egy szabad tér, ott volt a egyik kamera, akkor speciál már négy kamera volt adásban. Egyik ott volt, és oda kellett nekem jelentkeznem. Megjelentem, és ott a sportrovat vezető Radnai János azt mondta, hogy tudsz mindent? Hát mondom, azt tudom, hogy ezeket megígérték, hogy ide jönnek. Hát a kamerát láttam, más mutatott, nem ilyet, mert ez egy fényképezőgép. Hát ez a nagy marha kamerát. De nekem az is fényképezőgép volt, én már olyat se láttam. Addig, csak mikor kigyullad rajta a piros lámpa, majd elkezdtek beszélni, és majd intenek, amikor már hagyd abba. Oké. Itt történt. És akkor megjött az én amerikai emberem, a csoport vezetője, és nézte az óráját, és mondta, hogy jönni fognak. És gondoltam, hát akkor ez az ember olyan rendes volt velem, akkor csinálok vele is addig egy interjút. És odaálltunk, de hogy vettük föl, még nem lehetett fölvenni semmit. Odaálltunk, és egy perces interjút csináltam vele. Addigra már megjött az első amerikai atléta, bizonyos, hogy is hívta, Rayford Johnson. Hát egy két méteres fiú, de mondjuk nagyon nem izgatott. Odaállítottak minket, és az operatőr még volt annyi ideje, azt mondta, ez megint egyenes idézet, mert ezt meg annyiszor, százszor mondtam, annyi százszor, hogy ezt tudom fejből is, hogy azt mondta, hogy ide figyelj, kisapám, nem tudom, honnan szalajtottak, de nem tudom megcsinálni, mert vagy adok a négerről egy jó közeli képet, de te azon nem látszol. Vagy téged mutatlak, és akkor a négert fejezem le. Mondta, hát ezek még nem a legkorszerűbb kamerák voltak, egy optikája volt. Hát nekem mondhattam, én a többiről se tudtam semmit, ott tudomásul vettem, és nem tudtam, mi jön most, akkor mi lesz. És a Dan Ferris, a vezető, aki ott ült egy ilyen tornazsámolyon, mutatta nekem, hogy odaadja, álljak arra. Lehet, hogy viccből mutatta, nem tudom, de én minden esetre mondtam, hogy jó. Felállt, oda tettem a
Johnson mellé, és fölálltam rá. És mindenki röhögött, ő maga, aztán én is elkezdtem röhögni, de közben elkezdődött a... Misa? Égett a piros lámpa, és akkor még szerencse, hogy volt annyi lélek jelenlétem, azt mondtam, hogy nem nőttem meg az előbbi beszélgetés óta, hanem Chamlin állok, és az operatőr nagyon okosan leigazította, hogy ott állok egy Chamlin. Hát ez aztán nagy beszéd téma volt, mert hogy finom legyek mindenki addig, aki a tévében szerepelt, legyen az riporter vagy riportalany, mindenki be volt, hogy úgy mondjam, tojva. Mindenki olyan, az egész csoda olyan furcsa volt mindenkinek. És hát ez nem úgy nézett ki, mert röhécseltünk, meg jókedvű volt az egész. És erre másnap aztán a tévében ez beszédtéma lett, és hát így kezdődött a dolog, hogy átvettek. Ha már Szepesi Györgyöt említette, beszéljünk az ön és Szepesi György viszonyáról. Nem volt viszonyunk. Semmiféle. Ugye ő olyan kiemelkedően kedvezményezett embere volt ennek a szakmának, hogy minden jó neki jutott. Ugye a 48-tól, az olimpiától kezdve az összes nagy magyar sportsikere, Helsinkibe 16 aranyérem, minden olyan, ami soha még egyszer nem ismételheti meg önmagát. Tehát ezeket a hihetetlen nagy sikereket nem tudjuk még egyszer előállítani, mert a sport közben iparág lett, szórakoztató iparág, rengeteg pénz van benne, tehát a világ most már pénzt fordít rá, és gazdagabbak, mint sem mi velük vetélkedni tudjunk. És Szepesi akkor ezeket közvetítve, hát nemzeti hős lett, ugye a 12. magyar játékos, meg tudom mi. És nagyon jól is csinálta, hiszen a rádió, az pontosan beszéltünk korábban arról, hogy a kommentátor reflektáljon, reflexiókat fűzön a látványhoz. Igen. Neki a látványt is meg kellett teremteni, mert látvány nem volt. Ez neki kellett elmondani, hogy aztán az pontosan úgy volt-e, vagy egy kicsit diadalittasabb, az csak jót tett a hallgatóságnak, mert azt mondta a Vadnai László nevű író, mikor hazajött látogatóba Amerikából, és hallgatta, azt mondta, hogy Magyarországon a sportot az emberek a fülükkel szeretik nézni, mert sokkal jobban néz ki a dolog úgy. Hát ez is így volt akkor. És hát természetes, amikor a tévé elindult, és ott makogtunk néhányan, itten ki jól, ki rosszul, de minden esetre próbáltunk valamifélét, amit a tévé igényel ebből, akkor az emberek levették a hangunkat egyszerűen, és rátették a rádiót, ha a Szepesi közvetített. Hát bekapcsolta a rádiót, és nézte a tévét. Néha nem minden úgy stimmelt, de megbocsátotta, mert ez jobb volt, amit hallott. Tehát ez volt az alaphelyzet, hogy az emberek jobban szerették a Szepesi közvetítéseit. Az én számomra a fordulat ott következett be, hogy a műkorcsolyázásra fölkértek, amire a világon semmit nem tudtam, életemben addig nem láttam műkorcsolya versenyt, úgy kellett összeszednem darabonként az információkat. De hát ez nem is érdekes. Az érdekes az, hogy itt a rádió nem volt versenytárs, mert rádióban nem lehet műkorcsolyázás. Jaj, de gyönyörűt ugrott. De nem láttam, akkor mi a fenének nézem? Hogy mit nézem? Ez egy látványsport, úgy, ahogy van. És ott hát így aztán kialakult egyfajta rivalizálás, amiben soha hangos szó el nem hangzott. Volt egy esemény. Egyszer már akkor már ugye, már én is voltam valaki, nem csak ő, és Poznánból közvetítettünk egy lengyel-magyar focit, és a rádió fülkéje és a tévé egymás mellett volt.
És hát még azért nyilvánvaló, a közönség valószínűleg ő rá kapcsolt volna inkább, mint engem hallgasson. De az történt, hogy már éppen indult volna az adás, és Budapestről a fülemre szóltak, hogy beszélj rádiószerűen, mert a szepesi vonala elromlott, nincs, kaput. Hát aztán mondtam, na most megmutatom, hogy én is tudom ezt a ordibálást. Eljött az én idén most. Igen. És hát egy fél időt itt ellelkendeztem. Szünetben ugye szétbontják a pályára, nem hallik, de a otthoni vonalon a kollégák, valaki tartja a kapcsolatot, a riporterrel beszéltem, és vártam, hogy majd megmondja, hogy hú, de frankó vagy, jó. Ehelyett azt mondta, hogy 3 perc után elvették a te vonaladat, és odaadták a szepesinek, úgyhogy a tévében is a szepesi közvetített. Tehát öntől elvették, a szepesinek odaadták. Igen, teljes joggal. Is ezt tettem volna, ha én vagyok a főnök. Mert? Hát mert őre kíváncsibak, mint erre az új fiúra. De ön azt mondta, nem szeretne a kettes lenni, az egyes leköl győzni. Hát az aztán az változatlan érvényes volt, és az is lettem. De ezután a mérkőzés után, ami 1962. szeptember 2-án volt a Barna stadionban, 2-0-ra győztek a magyarok, ha jól emlékszem, Tihi 11-esével és Göröcs 26. perc előtt góljával. De utána együtt aludtak a szobában legalábbis, ha nem, jól... Nem, ez valami tévedés van. Ja, ugye az a meccs, igen. Nyertünk. Igen, 2-0. De utána még együtt is laktak a szobában. Egy szobában laktunk. Mi történt szobában? Akkor este? Tudtak egymásra szólni valamit? Mondtam, hogy hát mit gondolsz, hogy én így fogom az életemet leélni, hogy tőlem elveszik, neked odaadják a vonalat. Hát akkor abba hagyom a sportot, van én nékem más helyem. És hát erről elbeszélgettünk, másra nem emlékszem, nem volt veszekedés, hát ő nem az a típus volt, aki beszállt veszekedésbe. És elkezdtem mondani, és a végén azt mondta, hogy figyelj ide, én neked soha az életben segíteni nem fogok semmiben. És ebből tudhatod, hogy milyen tehetséges vagy. Tehát ez dicséret volt. Hát igen, meg be is tartotta a szavát. Mert amikor egy alkalommal idősebbek voltak, hogy lehetett volna önök között barátság, Szepesi azt mondta, hogy nem biztos, ön meg azt mondta, hogy egyetértik az előttem szólóval. Hát majdnem ezt mondtam. Ő azt mondta, hogy hát ugye a riportet, hogy nem körmönfogalmában fogalmaz, ő azt mondta, hogy nehezen tudnám elképzelni. Mármint, hogy köztem barátság lehetne. És amikor megkérdeztek, azt mondtam, hogy ez az egy dolog, amiben teljesen egyetértek vele. Tanár úr, térjünk vissza még a műkorcsolyához, hiszen a 10-12 éves lehettem, akkor ön kezdte közvetíteni. Na de, ahogy mondta, hogy ön nem értett hozzá, akkor hogyan tudta, hogy mi az a Triplaus, Lesurz-Lisberger, meg ezeket a dolgot honnan tudta? Hát ezt két részre kell bontanunk, hogy rövid legyek. 63-ban már írtam egy könyvet is róla. Igen. Tehát addigra már megtanultam valamit ebből, hogy akkor a pofátlanságot azért csak nem követek el, hogy nem tudok semmit, azt könyvet írok. Bár akadtak, akik megtették. De akkor valóban nem. Én kijártam hajnalonta a műkorcsolyázók edzésére. Ebből se lehetett számomra megtudni, hogy az Lutz, Ribberger, Axel vagy mi a fene. És amikor Garmisch-Partenkirchenben, Nyugat-Németországba kiküldtek az Európa-bajnokságra, és ebben megkérdezték, hogy elvállalom-e félnapi díjjal, természetesen rögtön elváltam, sose voltam nyugaton. Akkor megkértem egy edzőt, hogy üljön oda mellém, akinek nem volt dolga, csak kijött megnézni. Jön oda mellém, és én leírtam minden lehetséges ugrást, és minden lehetséges egyéb figurát,
azt mondtam, hogy amikor a versenyző ugrik, vagy valami más figurát bemutat, böki rá a ceruzáddal arra, hogy amit az volt. És én meg bemondtam, mert nem tudtam volna egyébként. Tehát így kezdődött az egész akkor. Egy kérdés még. Ugye akkor a jégpályát kellett takarítani. A hangot, a képet nem vették el, és nem volt reklám. Nem tudták, igen. Nem. És akkor, volt, ha elveszik, nem jön vissza, mert bizonytalanak voltak ezek. Önnek arra is föl kellett készülni, hogy az alatt az idő alatt sok mindent el kell mondani. Hát, ezek olyan 20 perces szünetek voltak. Akkor még mondott, azt mondta, hogy ismerte a hét alapszínt, de ottan voltak olyan színek, amit a világ nem tudott. Nem ebbe esett bele, az egy másik vetület, hogy annyi olyan népszerű lett a műkorcsolyázás a nézők előtt, hogy már elkezdtek ilyen interaktív figurákat csinálni, hogy betelefonáltak a tévébe, hogy mondjátok meg neki, hogy mondja el a színeket, mert fekete-fehér volt. Küzdetítés. Odáig nagyon jó volt, amíg mondhattam én akármit, mert csak feketét láttak meg fehérre. De amikor már színes volt a közvetítés, már nehezebb volt a dolog, úgyhogy ki kellett találni árnyalatokat is. De ezt a száz hagyomány lett, hogy az árnyalatokat a szasból mondtuk, találtuk ki. Én 1972-ben kezdtem nézni a televíziót, akkor 1972 a müncheni nyári olimpián, akkor már volt televíziónk, és hát ott figyeltem fel a Gedő Györgyre, Botos András, Schmidt Pálékra, és a magyar foci válogatottra, amely szerintem esett az esély, amikor játszottak a lengyelekkel, és kikaptunk 2-1-re. Na várjon, most miről beszél? A 72 olimpiai bajnokság döntőjében kikaptunk a lengyelektől 2-1-re. Várad előtte. Igen, és hogy maradt önben meg az olimpiák története, hiszen 21 olimpiára közvetített? Hát ez a 21 úgyhogy ebből 9 volt a nyári, és a többi téli olimpia volt. Kisegérke, Egerszegi Krisztina, olimpia aranya, mindig megmaradt önben? Hát, és még a másik 45 is. Összesen 46 olimpiai aranyat közvetítettem. De ezt úgy kell számolni, hogy például a kajak 4-es győzelme, az 4 olimpiai arany. Tehát akkor sokkal több, mint amit most mondott. Nem. Azzal együtt. Így jobban hangzik. Igen, itt többnek hangzik. Még a Egerszegi Krisztinához visszatérve, ön kapott tőle egy levélkét, amikor nem tudott ott lenni, kibicsaklott a láb az egyik történet. Nem, én nekem a lumbágon. Saját otthonomba jöttem le a galériáról, és nem egyszer csak nehéz volt a bőröndöm. Aha, értem. És nem tudtam elutazni. Igen, írt egy levelet, hogy nagyon helyesen, mint egy ilyen kis ilyen csitri lány kedves levelet írt, hogy nekem kicsit hiányzott, írta, kicsit ett idézőjelbe téve. De viszonylag ez volt a leghosszabb közlekedés kettőnk között, mert nem hiszem, hogy ötnél többször találkoztunk az életben. Még itt a vége fel egy történet. Mennyire volt igaz az, amikor Szepesi György kiment a bomba, a Boni Rádiónak a magyar tudósító, bomba, kiment a Boni Rádiónak a tudósítója volt, és onnan átruccant Mannheimbe, ott volt a filmrendezők, első filmrendezők találkozója, és amikor megjelent a WC-s néni, és akkor kiment, és megjött a Vitrei úr, ő befejezte a mondatot, és elment vissza. De szó se igaz. Nem igaz? Már ott nem igaz, hogy a WC-s néni. Nincs Mannheimba WC-s néni, azt hajnalba takarítják, nem amikor áll egy... Nem, ez valaki, a szerző Zöldi László, azt hiszem, kitalálta, mert jó hangzott. Ez nagyon jól hangzott akkor és ott. Ön ösztöndíjas is volt Amerikában 100 napig. Mit tanult ott? Nem-e szeret volna ott maradni? Nem, hogy szerettem volna ott maradni? Hát elsőben az irreális lett volna, mert családos emberként, két gyerek apjaként alig, ha szerettem volna. Én szerettem volna korábban
én diszidálni szerettem volna, akkor meg a nagyanyám miatt egyetlen rokonom lévén nem. Tehát ez mondjuk sose volt igazán realitás. Azon kívül semmiképpen nem maradhattam volna meg a szakmámban. A mi mesterségünket csak anyanyelven lehet csinálni. Minden más az egy kiegészítő. De az nem véletlen. Hiába tudok én jól angolul, elbeszélgethetek én angolokkal. De az, amit egy újságírónak tudnia kell, az, ahogy ő neki meg kell tudnia fogalmazni a gondolatait, mégpedig nagy finomsággal, pontossággal, az csak az anyanyelvén tudja az ember. Tehát én azt fel sem merült bennem, már egyrészt. Másrészt pedig nagyon érdekes volt, mert az amerikaiak attól, akkor tartottak körülbelül ott, ahol most mi. Tehát 71. Igen. Jócskán eltelt az idő, fél évszázad, de ennyivel vagyunk körülbelül mögöttük. A televízió ott elsősorban üzleti kérdés volt, akkor tombolt a reklám hatalma. Tehát minden attól függött, minden műsor léte, minden műsorkészítő híre, megbecsülése, hogy milyen reklám vonzó, amit ír, vagy amit mond, vagy amit játszik, vagy amit mutat. És ezt nem voltam ennyire öntudatos, hogy ezt ilyen precízen el tudjam mondani akkor, de nekem semmi nem tetszett. Tehát hazajöttem, és azt mondták, na csinálsz talk show-t, mondtam, nem tudok. Nem tudok, mert olyat nem tudok, hogy nekem akkor tapsoljanak, ha a tapsvezér beint a közönségnek, és akkor derüljenek, ha fölgyül az a lámpa és villódzik. Mert akkor nem hiszem el, hogy jó, amit csinálok. Akkor minden hazugság. Művi dolog volt. Abszolút. Aztán megjött ide a talk show. Friderikusznál ott volt Rákai Filip, a tapsvezér. Aha. Tehát mindent átvettünk. Én nem, én hál' Istennek, még a súgógépet sem. Tanár úr, másfél órája beszélgetünk, de szerintem éjfélig is tudnánk beszélgetni. Egyet kérek magától. Valahol, valamikor legyen ennek a műsornak még folytatása, mert rengeteg kérdés, nem beszéltünk Knézi Gyulairól, mint a japánok, csak többet tud, mint a föltaláló. Az a Pisti volt. Pisti volt, Gyula, igen, Gyulai Pisti, sok más dologról. Hát sokat dolgozott ezen a beszélgetésen. Annyi mindent idézett a könyveimből is. És még könyvről is a kiképzésről sem beszéltünk, amikor a végszóra nem Neufeld Tamásként lép be a tévé, hanem Vitrai Tamásként a névről, és a kapuőr megkérdezte, hogy hívják Vitrai Tamás. De a végre marad egy történetet még mondjon el. Mi? Maga nagyon nem szerette, amikor az operatőr mutogat önnek, és egyszer, amikor nem volt fölhúzva a cipzárja. Ja. Ez miért ragadta meg úgy a figyelmét? Sok minden megragadta. 272 kép. Ez például miért? Azért, mert ön azt mondta, hogy a nézőt is be kell avatni, hogy tudja, hogy lent volt a cipzáram, tehát ki kell szólni a nézőknek, hogy nem vették észre? Nem egészen így volt. Hát maga jobban tudja, én nem voltam ott. Na jó, csak azért, mert hogyha... Nem. Ez végül is egy szakmai... Milyen furcsa, ez egy szakmai felfedezés volt. Ugye élő adás, és soha utáltam, ha mutogatnak nekem, nem tudok se szájról olvasni, és se gesztusokkal, hogy egy-két jelet, hogy siess, meg nem tudom, én még csak megjegyzek. De amikor valaki mond, és ideges vagyok, mert máshogy van a dolgom. És ez esetben látom, hogy a kameraman kiáll a kamera mellé, és kézzel, lábbal mutogat a nemi szervemre. Hát gondoltam, mit akar ez? Hát majd kimegyek pisilni, de honnan veszi, miért sürget? Nem így volt, persze. Gondolom. De hát lát, tényleg mutogatott minden.
olyannyira, hogy már csak az udvariasság tart, mert addig azt csináltam, ha így rám szóltak, akkor kétszer-háromszor megcsináltam, mi van? És akkor erről leszoktak, látták, hogy abba hagyom. De itt most nem ide fajult a dolog, hanem jött valami filmbejátszás. És akkor mondom, mi az Istennek csalapálsz? Mit akarsz? Azt mondja, nem van a cipzárad, a slicced nyitva van. Jó. És már húztam volna föl, és akkor eszembe jutott, hogy te jó Isten, mit röhöghettek a nézők? A vitra éten elfelejtette fölhúzni a cipzárát. Úgy hagytam. És amikor folytatódott az adásom, hát én nekem meg nyitva maradt a cipzárom, és maguk nem szóltak. Tehát így volt. Köszönöm szépen. Van előttem még 112 kérdés, általában három számot kérek a szembenülőtől. Öntől most egyet az időszűkében vagyunk. Ha mond egy számot, a 112-t, én teszek egy kérdést fel önnek. Ez már a Kadarkaitól örökölte? Nem. Kadarkai fiatalabb jó van mindig. Nem kell tőle örökölte. Mondja csak. Ja, egy jegyűt? Két jegyűt is lehet, három jegyűt is lehet. 112-ig. Ez a hívószám, és mindig fölhívom a nézők figyelmét, hogy ha hívnak, jön a segítség, nem nálunk fog cserélni a telefon, biztos. 90. 90. Melyik rossz szokásán akar változtatni? Betalált. Nincs is rossz szokásom. Nagyapám már azt mondaná, van nekem egy rettenetes szokásom, bort iszom én, hogyha nem is kívánom. Hát ő tudta. Tudta. Tanár úr, remélem, hogy még ezt a beszélgetést tudjuk folytatni. Tudja, mit mondtam volna, hogyha ez fordítva van? Mondja. Hogy azt mondja, válaszul nekem, hogy nincs is rossz szokásom. Na, erről szokjon le. Hát magától csak tanulni lehet. Köszönöm. Öröm volt és élmény, hogy itt volt velünk. Ellátogatott, remélem, hogy a beszélgetésnek valahol lesz folytatása, már kell, hogy legyen. A kedves nézőknek, hallgatóknak köszönöm, hogy végighallgattak bennünket. A kérdésem a következő. Mikor és hol született Vitrai Tamás, aki 7 napon belül elküldi megfejtés könyvcsomagban részesül? Köszönöm szépen, tanár úr!